A napokban terepi sajtótájékoztatóra várták az újságírókat az úgynevezett 8-as blokkhoz. Elkezdődtek ugyanis a tereprendezési munkálatok az itt épülő Mercator bevásárlóközpont építéséhez és a városi parkoló bővítéséhez. Per pillanat a humusz leszedés van folyamatban, ezt követi majd a feltöltés, homokkal történő feltöltés, és az infrastruktúra kiépítése. Mint tudják, itt ez a helyszín van ellátva. Egyrészt egy áruház, a Mercator, amit megvett egy területet, építési területet, ide épít majd egy áruházat. A folytatásában a városi parkoló bővítése történik majd meg, és egy autóbuszállomás kiépítése. Úgyhogy pillanatnyilag ezek a munkák vannak folyamatban, párhuzamosan mennek az előkészítő munkák, úgy, mint a tervezés, tehát az infrastruktúra tervezése, ami még nem készült el, valamint ennek az útnak a rácsatlakozása a regionális útra. Ott is a tervezés van folyamatban. A kivitelezés mikorra várható, és mikorra készülnek el az objektumok? Tehát ez egy folyamatos munka, a tereprendezés, homokföltöltés, és utána tudunk hozzáfogni az infrastruktúra képítéséhez, mert akkor lesz biztosítva a szükséges szint a tengerszint feletti magasság. Az áruház képítése a szerződés szerint, miután mi átadjuk nekik az infrastruktúrát, egy évük van rá, hogy felépítsék az objektumot. A városi parkoló és a buszállomás az pedig lépésenként, tehát az eszközök biztosításával párhuzamosan tud megtörténni, de ott is mondjuk a tervdokumentáció előkészítése folyamatban van már.